Veszem. Komolyan. Oké, tőlem mehet. Tessék. És szokásosan kommentált, meg nyilv. Koponyok, az van, elindítottad. Megy akkor. Kíváncsi vagyok. Indítsd a videófelvételt. Most. Ez Mario, tehát köszi, Kopi. Ez bejött a terület, IS-sel top dog lettél, gratulálok. Szerintem remélem boldog vagy. S51 mellett top tier lenni, remélem ezt a videóra veszed már. Remélem hallják is, a nézők veszem, is. Veszem, nem aggódjál, veszem. Köszönöm szépen, üdvözletem. Koponyának az volt az ötlete, hogy IS-el, S51 és D150-nel ő IS-ként top tier lesz. Na csak hozzátérve, S51-el szakaszból minimum a 10-9. Hát valahogy úgy, tehát tömegre osztályoz a játék, és annak az S51-nek megvan a tömege. Tömege 52 tonna, 203 mm-es ágyú, 34,45 másodperc a lövés, meg is fél méteres robbanási sugár. Tehát nem egy hetesek az élő tank. 2300-ig se lesz. Nem egy hetesek az élő tank. Úgyis régen játszottam 9-esek ellen, legutóbb akkor volt, mikor Robert ragaszkodott hozzá, hogy a T-54 mellé hozom a T-43-ot, mert szeretne top dog lenni. Akkor mouse-okat is láthattam a pályán. Most neki ment. Na, de legalább láthatom az unikornisodat. Hozzáteszem. Hozzáteszem. Már lőttem már egérfogót majdnem ezzel. Pályán van kezdve az egérfogó. Fasza. Ezt a barmot, Oléptól. Én mindjárt is ember is lőlek, remélem kis lőlek egy lövésből. Na hát akkor, Koponya, a cél, hogy megöld az AMX 1375-öt. Én elvállalom a Susza M1-et, bár sokkal erősebb nálam. A 90-et is megeheted, hogyha az jobban esik. Egyébként bírom ezt a mezőt, mert mire beérek a városba, rendszeresen szokott lenni, hogy már beszpottoltak. Győzni fogunk, úgy vegyétek fel. Úgy veszem fel. Hát nem nyerünk, mert van két off-korú heavy tank. Ötlenek az ötlethet, ez kapanya. Hát nem tudom, hogy a T-51 ide mennyire kompatibilis, tehát egy ilyen 20 évvel le vagyok maradva technológiailag. Tegyél még hozzá, vagy még 10-et. Type-ben 9. Büdös életben nem láthattam volna ebben a tankban Type-ben 9-et. Ha csak nem élek nagyon sokáig. Büdösre nem kéne látnom nekem AMX-eket. Kár 95 meg ilyen. Mi a fene? Anyád, szép volt! Ott ülsz meg, ahol van. A kis csótányt kinyomtad, ügyes volt. Nem a csótány az LC. Ez is csótány. Nekem az, én úgy vélem, hogy az AMX az franciául csótányt jelent. LC csótány, csótány 1375, csótány 1390. T-34-es. Ide, lőj már ide be. Úgy a rendkés fasz... Itt egy E50, szuper! Baszki! Koponya, a háztól nem tudok belülni. Kurva nyugat. Az AMX 50... Beléd tározott? Legalább. T-34-es levittem volna 43%-kal. Elként ezért utálom azért nézem a T-34-es, mert például egy ilyes is belelő ebből az ágyúval, akkor már egyből levészünk belőle a 400-at is. Hát papír az biztos, de az ágy ugyanak a legjobb 8-as szinten. Nem. De. Mert azért, ha megnézed, a T-32-es jobb ágyúja van. Komolyan? Akkor a T-32-es nagyon jó pillanat. T-32 az is. Gyorsan tölt, elég gyorsan mozog ahhoz képest. Csak annyi a különbség, hogy a T-32-nek kicsit gyengébb a nem mondod komolyan, lepattantam a T-44 tornyának az oldaláról. Nevetséges. Totál rászűkül, nem? Csak látszik, hogy orosz, de hát... A 203 mm-es. 301, fel kellett volna robbanni a 9 HP. Te jött a T-44-et, nem kóstolod meg? Hogy kóstoljon meg, ha fogja a házikó? De itt lesznek a nyomkérdők. Jó, T-44-et. Ez már keresett. Igen, kilőttem. Ez mutatja, hogy jobb játékos vagyok nálad, Koponya. Oh, tata. Csótány vissza. Na jó van. Fú, most nagyon beléd tapostam, ugye. Jól én a meló mellett csinálom ezt. Elég jól állunk, bár a Susza-nak nem tudom milyen az ágyúja, gondolom megvan neki a 122 milli. Hát... 200M? Egy. Asszar, kilőheted a picsába.
Csak az, az a vigyázz, hogy még a 1051-et lő, az majdnem kettőt lője. Nem gondoltam, a legtöbb szovjet TD ilyen. Nem de mindegy. Neki nagyon gyenge a páncélzata is. Nem tudom, miért ilyen. Runner TD. Ott az arti, menekül az arti. Jó, azt az 200M1-et már elkapják nélkülem is. Hát mondjuk az old. Bár az IS-3-at úgy sem tudom meglőni. KV-3-mal is csak úgy tudom megsebezni a 100 mm-es ágyúval, hogyha pont nekem jön, és akkor így rálátok a torjánra felülről. Mint egy tüzérség úgy lövöm. Olyankor. Nagy ritkán. Mi lenne, ha bemennék a bázisra foglalni? Szerintem nagyon felülíteném őket. Aha. Pippa meghalnál. Ott a király tigris, úgyhogy ja. Öld meg, próbálj meglőni. Jó, én elvégeztem a feladatomat. Jó, annyit a király tigrisről. Mit lőttél ki? Lőttem a Hummert meg a 13. A felderítőt te öltött meg, ennyi volt. Szerinted? Volt benne két, az hát egy. Hummert még én is meg... Egyelőseket öltél? Ne, volt már olyan, volt, hogy két tájpot egy lő is elvittem, egymás mellett voltak. Király tigris meglőtt, lepattant, vagy hát megsérült a lance tapon, de igazából. Na, lőd meg. És azért mennyit kaptál? Tessék? Na, de tudok kérdezni, hogy azért mennyit kaptál? Miért? Amikor kilőttem a két tájpot? Aha. Na, miért is ne lőnék két nyolcas szintűt? Szeretek killeket lopni. Így hobbi szinten. 19 HP-s... Kilőtte, hallod? 19 HP-s király tigris. Ez is megvan. Állj meg ott. Like a boss. Ti... Nem annyit kerestél, halljuk. 10.602. És költenem kell, 1795-öt lőszer. 10.500-at kaptam. Na jó, van akkor. Mennyi volt a javítás meg a lőszer? Kinyomom a videót, ez az bizonyítja, hogy Koponya nem egy zseni a matchmaking terén. Jó van, na.